Köszöntöm Önöket a Szombathelyi Televízió kulturális magazinjában. Önök a műhelyt látják. Nézzük is a mai témáinkat. Gróf Festetics György halálának 140. évfordulójára emlékeztek Püspök Molnáriban, koszorúzással egybekötött emlékkonferencián. Hogy ki is volt Festetics György, és milyen példát állít elénk, hogy kapcsolódik Püspök Molnárihoz, ezt is megtudhatják mai adásunkból. Átadták a 10. Szavária filmszemle díjait. A fesztiválra idén 3 témában nevezhettek az alkotók. Ezt is megláthatják mai adásunkból. Az adás utolsó felében érkezik hozzám Lakner Bognár András karmester, orgonaművész, aki a Martinus Orgona Fesztiválról fog nekünk mesélni, melyet a Székesegyházban tartanak majd. Izgalmas adás elé nézünk, tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Katona Attilát, az ELTE Szavária Egyetemi Központ egyetemi docensét, illetve Kuglics Gábor helytörténeti kutatót. 140. évfordulójához érkeztünk Festetics II. György halálának. Kérem, meséljenek róla, mit kell tudnunk Festetics II. Györgyről, életpályájáról? Festetics György és a Festetics család úgy kapcsolódik Püspök Molnárihoz, hogy a Jakabházi Sallér családnak volt az egyik birtokközpontja az egykori Molnári község, amely ma Püspök Molnári egyik része, és ezt ennek a családnak az utolsó tagját, Sallér Juditot vette feleségül Festetics György, az a Festetics György, aki a Keszthelyi Georgikont alapította és a Helikon ünnepségeket megszervezte. Így kerültek a Festeticsek tulajdonképpen Püspök Molnáriba, és ennek a Festetics Györgynek és a Sallér Juditnak volt az unokája, Tolnai gróf Festetics II. György, aki ugye a nagyapja keresztnevét kapta. Ő egy először tanulmányait Keszthelyen, illetve Szombathelyen végezte, majd jogot végzett, utána pedig sok nemesi ifjúhoz hasonlóan beállt a hadseregbe, és egy katonai pályafutást kezdett el. 1846-ban azonban meghalt az édesapja, Festetics László, aki elég komoly adósságot hagyott maga után, és Festetics György, illetve a bátyja, aki szintén katona volt, és a Tasziló nevet viselte, megegyeztek, hogy Tasziló a hadseregben maradt továbbra is, míg Festetics György pedig átveszi a birtokoknak az igazgatását, tehát rendbeszedi a családi gazdaságot, felszámolja az adósságot, és így ő 1848 őszén már alezredesként szerelt le az osztrák hadseregből, és ekkor kezdett el a birtokaival foglalkozni. Ebben az időszakban volt, hogy meg is házasodott. Igen, 1849-ben vette feleségül Monyarókeréki Erdődi Eugénia grófnőt, és ebből a házasságból 4 gyermekük született, Tasziló, Jenő, Georgina és Pál. Tasziló azért lesz érdekes, mert 1911-ben ő kap majd először magyar hercegi címet Ferenc József császártól és királytól. Festetics György ekkor ugye a birtokain gazdálkodott. 1860-ban, amikor Ferenc József kiadta az októberi diplomát, és akkor egy kicsit szabadabb közállapotok jöttek létre, akkor pedig kinevezték Vasvár megye főispáni helytartójának, tehát itt a megye életében is vezető szerepet játszott. Ez a rövid időszak azonban nem tartott sokáig, hiszen 1861. februárjában Ferenc József kiadta a februári pátenst, amivel tulajdonképpen egy összbirodalmi parlamentet akart létrehozni, és ez hát Magyarországon is visszatetszést keltett, hogy így mondjam, és Festetics György is ekkor lemondott a Vármegye főispáni helytartói tisztségéről. 1865-ben azonban részben éppen a külpolitikai, kedvezőtlen, Ausztria nézve kedvezőtlen külpolitikai fejlemények hatására, ugye katonai vereségek hatására, mégis megindult a Ausztria és Magyarország között a kiegyezésnek az előkészítése, és ekkor Festetics György Zalavár megye főispánja lett. Ezt töltötte be 1867-ig a kiegyezésig, amikor is Deák Ferenc javaslatára a király személye körüli miniszter lett. Mi lehetett ennek az oka, hogy megválasztották tulajdonképpen a király mellé? Hát elsősorban az, hogy Deák tágabb környezetéhez tartozott, ugye Deák Ferenc is Zala megyei földbirtokos volt, nem volt olyan jelentős birtokos természetesen, mint a Festeticsek, viszont ismerhette a Zala megyei
tevékenységét, illetve az Alamegyei közéletből ismerhették egymást. Továbbá Festetés Györgynek volt Bécsben is és Pesten is palotája, ott is folytak a kiegyezést előkészítő tárgyalások. Továbbá volt még egy momentum, ami Ferenc József számára is elfogadhatóvá tette őt, mégpedig az, hogy 1852-ben, sőt két momentum, 1852-ben Ferenc József Keszthelyre látogatott, és ott Festetés György köszöntötte őt, illetve 1865-ben a Budapesten, illetve akkor még Pesten, a Városligetben megnyílt egy gazdasági kiállítás, ahol Festetés György, mint az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, amely szervezet a nagybirtokosokat tömörítette, egy ilyen érdekképviseleti szervezet volt, tehát ennek a szervezetnek az elnökeként köszöntötte Ferenc Józsefet, és ezt is Ferenc József szimpatikusnak találta, és nyilván később emlékezett erre, ezért is vette szívesen azt, hogy Festetés Györgyöt javasolták, ajánlották neki a király személye körüli miniszternek. Ez azt jelenti, hogy Budapest és Bécs között ingázott Festetés? Tulajdonképpen igen, illetve hát Molnáriban is volt egy birtokközpontja, ugye épp a családi kastély, ahol szintén sokat tartózkodott. Mit köszönhetünk neki? Nagyon sokrétű a szerepe. Egyrészt, ugye említettem már, hogy Vas megye közéletében is szerepet játszott egy rövid ideig, főispáni helytartóként. Aztán, ami jelentős, ez már 1865-höz kötődik, illetve 1854-től leindult a vasútépítésben betöltött szerepe. Ugye ekkor elsősorban soproni körök szorgalmazták azt, hogy az addig meglévő Bécs-Újhely-Sopron közti vonalat hosszabbítsák meg Nagykanizsa irányába, és onnan akár a tengerig, akár Bécs felé. És Ferenc József is részt vett a vasútépítést előkészítő ülésen Sopronban 1854-ben, és be is választották abba az előkészítő bizottságba, amely elkezdte az előmunkálatokat, illetve ő volt az, aki az osztrák kormányzatnak benyújtotta a vasúthálózat tervét. Tehát így mondhatni egyfajta lobbista szerepet is játszott ebben az ügyben, és ne felejtsük el azt sem, hogy Molnáriban pedig a családi birtokán vasútállomás létesült 1865-ben, amikor megnyílt a vasútvonal. Attila, mit emelnem ki még fontosat, amit tudnunk kellene Festetés Györgyről? Ez nagyon jó ajánló levél volt ahhoz, hogy bekerüljön ő az andrássy kormányba. Ugye itt a Gábor aláhúzta azt, hogy az OMGE vezetőjévé választották. Ez valaha a Széchenyi által megteremtett arisztokrata lobbista szervezet, agrárlobbista szervezet, és a 60-as években azáltal, hogy ő ennek a szervezetnek az élére került, ráadásul tevékenykedtek is, tehát Magyarországon létrehoznak az agrár felsőoktatást, most már nem magán jellegű, itt elhangzott első Györgynek a neve a Georgikon, ez azért mindenki tudja, hogy az agrár oktatás valahol ott kezdődött, és Moson-Magyaróváron, ezek azonban magánvállalkozások voltak. Nyilván a képzési spektrumában természetesen nagy birtokra képeztek embereket, most állami lesz, tehát a magyar állam is tesz oda pénzt, nyilván elvárásokat is megfogalmaz, lényegében ugye így, ha tetszik, hanem a magyar agrár felsőoktatás kialakításában neki is volt szerepe. Ő egyébként adománnyal is segítette ezt a dolgot, például Debrecennek is adott, például Keszthelynek is adott, amivel jobb infrastruktúrális feltétellel tudtak működni. Amit a Gábor említett, az pontosan arról szól, hogy egy bizalmi magyar arisztokrata volt, ami aláhúzandó, hogy magyar érzelmű arisztokrata egy olyan korszakban, amikor ez nem volt természetes. A magyar arisztokrácia az általában birodalmi érzelmű volt, tehát Majláttól kezdve Aponyi Albert édesapja Györgyön át, hát szóval itt nem biztos, hogy a magyar érdekek voltak első helyen, nála úgy tűnik, hogy ebbe az irányba kötelezte el magát. Még 1865 után, vagy hát itt 67-ben van a párizsi világkiállítás, amelyben ugye hát az európai országok is megmutatkoznak, és ő a magyar részlegnek a vezetőjeként, egyébként ő maga is áruval van jelen, nyilván agrár árukkal, sőt, kitüntetéseket is kapott. Most itt említette a Gábor, hogy tulajdonképpen Ferenc József számára ez egy nagyon elfogadható személyiség volt, de tegyük hozzá a másik oldalon, hogy a magyar
fél számára is. Hát azért ne feledjük el, hogy az a triumvirátus, amelyik megteremtette a magyar kiegyezést, abból kettő arisztokrata volt, Andrássy is, és Eötvös is, Eötvös Józsefről van szó. A harmadik Lónyay az nem, de ők hárman csinálják meg ezt a kiegyezést. Persze a hagyomány Deákhoz köti, de miután 66-ban kiderült, hogy Deák sem miniszterelnök, sem miniszteri posztra nem vágyik, tulajdonképpen jött ez a fiatalabb garnitúra, hiszen lényegében egy 15-20 évvel fiatalabbak voltak Deáknál, akik nagyon féltek attól is, hogy szeretjük elfelejteni, hogy csőd lesz ebből. Ugye a Gábor említette, hogy 1861-ben már egy csőd megállapodás van, hogy nem sikerült. Ezt tankönyvben úgy tanítjuk, hogy a felirati, határozati párt, mi több, szegény Teleki László, ugye, öngyilkos is lesz a politikai dilema kapcsán. Most ugyanez a helyzet van 1866-ban, de ezek az urak egy megállapodást tudtak létrehozni, amit magyar nyelven kiegyezésnek nevezünk, egyébként a kiegyenlítés lenne a jobb szavunk, mert német nyelven az Ausgleichnek nevezik, tehát az erőviszonyok kiegyenlítéséről szólt. És hát talán ilyen kicsi érdekesség, hogy amikor február 14-én 1867-ben az utolsó nagy megbeszélés van, hogy hogyan alakul meg a kormány, akkor ugye ennek a jegyzőkönyve megjelent, elolvasható egyébként. Andrássy persze a szóvivő, és mindenki tudta, hogy Andrássy lesz a miniszterelnök. Ez egyértelmű volt, de a kormány összetétele az sok tekintetben bizonytalan. Olyannyira, hogy a szakirodalomban sincs olyan hosszú cikk, amelyben taglalnák, hogy ez a kormányba kik miért kerültek be. Az említett három figurának biztos helye volt. Negyediként ugye ez a Deák patronátja és a szombathelyi Horváth Boldizsár is, főleg a 66-os szereplése és felszólalása után egyértelmű lesz, hogy ő lett az igazságügyminiszter, és tegyük hozzá, nem titokban, ő volt Deák embere. Tehát ő volt az, aki a kormányban képviselte Deákot, illetve hát a számon kérőszéken neki kellett beszámolni Deáknak, hogy tulajdonképpen milyen. Nagyon érdekes a magyar politikai képlet. Ugye Deáknak autoritása van, tekintélye van, a múltja, és főleg a tudása alapján, és nagyon kemény erkölcsi magatartása van Deáknak, 48-as törvények elfogadása és a kormány kinevezése. Most ez a két premissza volt, ami befolyásolja a 67-es döntést, ezt gyorsan 67 februárjában elérték, föláll a kormány még akkor is, ha a kormányban van egy olyan miniszter, vagy miniszteri poszt, mint a király személye körüli miniszter. De ez 48-ban mást jelentett, mint 1867-ben. De hogy tartalmában ez hogy fog kinézni, és mit jelent, ez a következő évek zenéje lesz, ha szabad így fogalmazni, majd ki fog derülni. Az lehetett látni, hogy ezt a posztot most kivennénk, anélkül is működne az egész rendszer. Csak ugye abban a pillanatban 48 feladásáról is lenne szó, sok illúziónak az elvetéséről, inkább ne kezdjünk erről vitát, így is volt elég vita, a közös ügyek még nincsenek letárgyalva. Mi lehetett az oka, hogy Festetics személyét ennyire elfogadták mindkét oldalon? Ő arisztokrata volt, és így említette Gábor is, hogy a belső udvari körök, folyamatosan jó kapcsolatban volt, nevezzük ezt bizalomnak, ez egy nagyon fontos dolog. Ez ugye reprezentáció formájában jelenik meg. Gábor említette, hogy mint Bécsben, mint hát Budapesten, csak a korszakban, amikor ezt leírják, kötőjellel írják le. Mi erőlködünk és állandóan úgy fogalmazunk, hogy Pest-Budán vagy Pesten, mert hogy nincs még a város összekapcsolva, de a korabeli sajtót megnézi, valaki kötőjellel írják. Azért is így hívják, hogy Budapestet. Ha nem így nevezték volna, akkor Pest-Budának hívnánk, és legalább olyan furcsa lenne a fülünknek, hogy valaki Budapestet mond. Mindegy, hangsúlyozzuk akkor ezt, hogy Pesten is volt palotája, ott is. Minden farsangi korszakban azért ő tartott bálokat. Ez egy presztízs verseny is volt. Ki vesz részt, milyen jellegű. És hát az övén megjelent az udvar.
Tehát későbbiek során is, míg miniszter, hol az uralkodó van ott, hol a felesége, együtt ritkán, de mindegy, ez nem okoz problémát, hol Rudolf, tehát hogy mindenki a belső körökből. Na most ezért nehéz az irodalomban az ő szerepének az értékelése, mert olyan belső információkkal rendelkezik, amiben nyilván sokban tudja segíteni a Budapesten székelő, vagy hát tényleg utazó Andrássynak a tevékenységét is. És hát tulajdonképpen nem véletlen, hogy amikor leköszön, akkor nem csak, hogy kitüntetésekkel halmozzák el, vagy értékelik tevékenységét, hanem ugye, hogy az a mondat, hogy az Andrássy kormány bizalmi embere, az a kortársak számára többet jelentett. Ugyanis lehetett volna mást is csinálni. Tehát lehetett volna miniszterként lényegében egy ellenhatalmi központot csinálni, amiben az Andrássy kormányban ő jeleníti meg Bécs érdekeit, de nem. Ő Andrássyt szolgálta. Ezt egyébként András... Ennek mi volt az oka? Nyilvánvaló egyetértett ezzel a politikai konstellációval, amit nevezzük közismert néven kiegyetésnek, és ezt erősítette. Most mondok egy olyan egyszerű kérdést. Ekkor még a délvidék, tehát a határőrvidék, az jogilag nem Magyarországhoz tartozott. Most ez a kérdés, a király személye körüli miniszter asztalára kerül, vagy a miniszterelnök asztalára? Ugye Andrássy korábban is megmondta, a magyar álláspont világos. Integrális Magyarország, nem csak Erdély fog visszatérni a 67-ben, vissza is tért a II. Unió, hanem a délvidék is. Ez ugye a bécsi udvari haditanács alá tartozott. Ez is, na most ki képviselje a tárgyalások során az ügyet? Festetics visszalépett, Andrássy. Tulajdonképpen ezzel elismerem, hogy ez belpolitikai kérdés, jó? De Andrássy ügyesen mozgott a diplomácia terén is, nem véletlen, hogy 1871-ben ő közös külügyminiszterként folytatja, tehát lényegében az ő 4 éves tevékenysége egy garancia volt arra, hogy Andrássy a birodalom érdekeit is képes úgy képviselni, hogy abba Magyarország érdekei sem sérüljenek meg. Ebben neki kiváló partnere volt egyébként, úgy tűnik, hogy Festetics. Nem nagyon maradtak fenn ezzel kapcsolatosan források, de mondjuk 1867-ben, amikor megalakul a kormány, és van külön a vasárnapi újságból egy kép, amúgy lehet látni, hogy az esküt Bécsben teszi le Andrássy és Festetics az uralkodó előtt, majd az uralkodó eljön Budapestre, és a kormány többi tagja. Leteszi azért az uralkodó eléggé autokrata beállítottságú maradt, ha tetszik, ha nem. Például a Magyar Képviselőházban nem jelent meg, jó, esztétikailag nem hasonlítható a mai parlamenthez, tehát a mai magyar parlament az Európa vagy a világ legszebb törvényhozása, mármint az esztétikai megjelenésében, ez a 20. század elejére készült el. Tehát, hogy ő ezeknél meg kitüntetett szerepe volt egyik oldalon, míg másik oldalon meg egy bizalmi ember volt, és úgy gondolom, hogy itt például ő az, aki levélben értesíti Andrássyt, hogy az uralkodónak az a kérése, hogy a magyar kormány ne nyújtson be a törvényhozás elé olyan javaslatot, amit ő előtte nem látott. Ugye ezt mi úgy tanítjuk, hogy az előszentesítés joga. Nehogy az uralkodó szembesüljön azzal, hogy elfogadnak egy olyan törvényjavaslatot, azért a korabeli parlamentnél verekedni kellett. Tehát szócsatákat kellett vívni most, tehát karaoke volt, nagy teljesítményben és nagyszerű szónokaink voltak, mert ez volt az elvárás, és nem nagyon alpári szinten folyt a szónoklat, mint manapság, ugye, tehát a maiak tanulhatnának ebből, hogy ne állítsák az uralkodót egy olyan helyzet elé, hogy elfogadnak egy olyan törvényjavaslatot, amivel ő nem ért egyet, vissza kell küldeni, ez nyilván feszültsége. Tehát, hogy ne alakuljon ki már az első pillanatban, hiszen 67 tavaszán, ami végigmegy, az a közös ügyeknek a rendszere. De, zárójelbe tegyük hozzá, hogy a gazdasági kiegyezés a szeptemberben zajlik, az Lónyai csinálja meg Beckkel, a másik oldal pénzügyminiszterével, és az titokban zajlik. Mert az, hogy a magyar közvéleményt azzal szembesíteni, hogy a birodalom azért van pénzügyi válságban, mert a magyarok 48-49-ben megmutatták az erejüket, az ugye egy kicsit furcsa, hogy most fizessük meg ennek az árát.
Igen, hát erről szólt meg az 50-es évek, hát rendőri államának is az állam. Picit visszatérve még Püspök Molnárira. A kastély úgy tudom, hogy nem maradt fenn, a sírhely viszont oda került, amelyet fel is újítottak tavalyi évben, amennyiben jól tudom. Így van, az egykori kastélya, amit Festetés György egyébként egy új szárnyal bővítetett, azt sajnos 1927-ben lebontották. A végén a Festetés Györgytől a lánya Georgina és annak a férje Kinski Zdenko örökölték a kastélyt, de ugye Trianon után ők tudtommal nem éltek Magyarországon, csak megbízottjaik útján igazgatták a kastélyt, illetve az uradalmat azt pedig bérlők hasznosították, és a kastély utolsó tulajdonosa pedig egy gróf Széchenyi Jenő nevű személy volt, aki aztán ezt még a kutatásom során nem sikerült feltárni, de végül lebontatta a kastélyt 1927 folyamán. A sírhely viszont megvan, a Festetés György végrendeletében azt kérte, hogy a Molnári köztemetőben mindenféle felhajtás nélkül szeretne temetkezni. Ezt a kívánságát ugye teljesítették az örökösök. Illetve néhány évvel ezelőtt utca is került az ő nevére. Így van, az a temető, vagy az az utca, amiben a temető áll, ahol ő nyugszik, azt az önkormányzat Festetés Györgyöt nevezte el. Azt hiszem mindenkinek érdemes felkeresni a helyet. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. Soha ennyi díjat nem osztottak még ki a Szavária filmszemlén, mint amennyit a pénteki gálán. 26 elismerést talált gazdára a jubileumi mustrán. Minden kategóriában külön díjasokat és dobogós helyezetteket is köszöntöttek. Két életműdíjat ítéltek oda, Ternovszky Béla filmrendező és Eperjes Károly színművész személyesen is jelen volt a díjátadón. Pénteken tartották a jubileumi 10. Szavária filmszemlediátadó gáláját a Szavária mozi Hildebrand termében. A főszervező Lovas Tibor köszöntőjében arról beszélt, hogy idén 124 versenyfilm érkezett a felhívásra az egész Kárpát-medencéből. Én azért vagyok nagyon boldog, mert nagyon szép számú film érkezett, mint egy 64 órányi anyag szalad be, és ebből 18-at tudtunk csak levetíteni, mert egyszerűen ennyi fért a három napba. András Ferenc Kossuth díjas filmrendező a zsűri tagja szerint a beküldött alkotások profi filmek. Videó üzenetben köszöntötte a díjazottakat K.L. Csaba kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke, Koltai András pedig a tudatos médiafogyasztás fontosságáról beszélt, ami a szemléhez kapcsolódó konferencia témája volt. Egy új médiakultúra van születőben, amelyre itt és most hatásunk lehet, és amely iránt felelősséggel is tartozunk. A hatalmas média zajban pedig ma is nagy szükségünk van a bölcsességre. A bölcsesség nem összeférhetetlen az információval, sem a tudással, sőt azokra épül. Elsőként a diákfilm pályázat eredményeit hirdették ki, ide internet és médiatudatosság témában vártak filmeket. A vizsgafilmek között Dóczé Péter Nagykorú felügyelete mellett című alkotása lett első díjas, zenekategóriában külön díjat nyert Boros Ferenc és Horváth Zoltán szombathelyi alkotópáros Élményekre hangolva című filmje, a kategória győztes Lovas Hajni, Hidas Frigyes az utolsó magyar romantikus zeneszerző című alkotása lett. Képzőművészet kategóriában Képeit, hol álmok hegedülnek, Gondolatok Rudnay Gyuláról című filmjéért egy négyfős alkotói csapatot díjaztak. A néprajz, népművészet, történelem témájú filmek között Major Anita és Margitai Gábor Erdély és Románia Nagy Egyesülése című filmje győzött, míg a fikciós filmek kategóriájában Kis Stefán, Mónika, Memento Mori, a Váci Legenda című filmjét díjazták. A legjobb néprajzi témájú filmért járó Schmidt Éva díjat Csángó Bájolás című alkotásáért Kanalas Éva vehette át. Idén két életműdíjast köszöntöttek. Ternovszky Béla rajzfilm rendező, a Maskafogó alkotója megtisztelőnek nevezte a kitüntetést. Ha az ember úgy tekint, hogy egy valaminek a lezárása és a véglegesítése egy életnek és egy életműnek, akkor szomorú. De hogyha úgy fogja föl az ember, hogy amit eddig letett az asztalra, azt honorálják, akkor az egy nagyon pozitív dolog. Életműdíjat vehetett át Eperjes Károly színművész a Csendhez szokott szív című sorozatért, melyben istenkeresésről beszélget egyházi személyekkel. Mint mondta, ezúttal nem színészként szerepel a vásznon, hanem önmagát kellett adnia. Úgy éreztem, hogy itt az idő, bele kell állni, magamat kell adnom. Tehát nem kell bonyolultat tegyek.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával megrendezett Szavária filmszemle az elmúlt években rangos seregszemlévé nőtte ki magát. A szervezők mindenképpen folytatni szeretnék a hagyományt. Köszöntöm a stúdióban Lakner Bognár András Orgona művészt. Ebben az évben is megrendezésre kerül a Martinus Orgona Fesztivál. Mióta van jelen ez itt Szombathelyen a Székesegyházban? Sok szeretettel köszöntelek én is, és köszönöm szépen a meghívást. Köszöntöm a kedves nézőket is. A Martinus Orgona Fesztivált azt 2017 óta rendezzük meg. Eleinte az Orgona Fesztivál egy Martinus exkluzív nevű koncertsorozat része volt. Ez mit amely, akart? Amely azt akarta, hogy a Püspöki Palotában kamarazenei koncertek voltak. Sajnos a Covid miatti bezárások, illetve hát a Püspöki Palotában a zárt tér miatti hát nehézségek azt okozták, hogy Berger Gyula atya, a látogatóközpont igazgatója a felújítás mellett döntött, ami már régóta halasztódott, és így most még az is zajlik, tehát így az exkluzív kamarakoncerteket nem tudjuk újra beindítani, de az Orgona Fesztivál töretlen. Ez egy többnapos fesztivál lesz, ugye? Így van. Az eddigi évek gyakorlata az volt, hogy májusban és szeptemberben volt két részre osztva a fesztivál. Idén döntöttem amellett, és talán az idő és az időjárás is engem igazol, hogy most még májusban meglehetősen hideg van a Székesegyházban, és ezért egy nyári fesztiválra váltanék. Tehát ugyanúgy 6 alkalom, csak egyben lesz. Június 23-án kezdődik, és egészen július 28-áig tart majd, minden pénteken, ezek péntekek, 8 órakor a Székesegyház falai között. Lehet-e már tudni, hogy mi a fesztivál programja idén? Így van. Ugye az organisták hát meglehetősen hát ilyen baráti viszonyt próbálnak ápolni egymással, mivel egy szűk réteget fed le tulajdonképpen maga az előadó művészet is, meg hát az érdeklődési kör is, ezt azért hozzá kell tenni, hiszen nincsenek azért tömegek, bár egyre inkább azt látjuk, vagy azt látom én, hogy érdeklődnek az orgona zene iránt. Ugye egy székesegyháznak különösen is fontos az, főleg ott, ahol egy ekkora hangszer áll, Nyugat-Magyarország egyik, hanem a legnagyobb hangszeréről van szó. Ez akkor egészen egyedülálló itt Szombathelyen. Így van, így van. 1999-ben épült, az Aquincum cég készítette, és hát egyedülállóan nagyméretű, nagyon széles hangszíngazdagsággal rendelkezik, tehát ezt a hangszert bemutatni, játszani rajta mindenkinek nagy élmény, organistáknak is, hallgatóknak is. És itt még hadd szúrjam talán be azt, hogy nem csak, hogy ez egy ilyen személyes hát misszió, hogy itt orgona zene legyen, hanem 2017-ben egészen véletlen az egybeesés, az UNESCO az orgona zenét, az orgonát az immateriális világörökség részévé választotta. Tehát ugye mindannyian tudjuk, hogy például a párizsi Notre-Dame, stb. Ezek UNESCO világörökségi részek. Vannak olyanok, amelyek nem építészeti, meg műalkotások, hanem úgynevezett immateriálisok. És hát ez is közéjük tartozik, 2000 éves kultúra gyakorlatilag, tehát ezt őrizni, ápolni, folyamatosan ezzel foglalkozni érdemes és kell is, és azt látom, hogy megéri. Hogy képzeljük el a fesztivált? Minden pénteken van egy-egy hangverseny és meghívott előadókkal. Tehát ennek a programja egyébként már megvan. Eljön hozzánk a Melki apátság organistája, aki egy hölgy, Ines Schüttengruber, Ausztriából. Aztán Bajáról egy kedves kollégám, Kossuczki Tamás, Virág András Gábor, a budapesti Szent István Bazilika orgonaművésze, Wolfgang Csapek, az én egykori bécsi tanárom, is szintén a Zeneakadémiáról, illetve a bécsi Augustiner Kirchéből, és egy holland orgonista, Willem Herold Bock lesz még a vendégünk, illetve én, mint házigazda, a július 28-ai hangversenyt játszom majd.
András, hogy jut valakinek eszébe orgonát tanulni? Ezt már gyerekként lehet? Vagy ennek feltétele akár egy zongora? Nyilván, aki az orgonával szeretne foglalkozni, vagy elkezd foglalkozni, egyrészt kell az a fajta csodálat, ami, tehát hogy a hangszer ámulatba ejti. Egyrészt a hangszer maga, mint építészeti alkotás, hiszen egy hatalmas dologról van szó tulajdonképpen, bemegy az ember a templomba, általában hátrafordul a karzatra, és akkor megcsodálhatja ezeket a építészetileg sem hát alul értékelhető hangszereket. Aztán utána jön a hangzása. És nálad ez hogy indult? Szerintem mind a kettő együtt volt. Amikor az ember meglátja, meghallja, és természetesen szükségesek hozzá olyan vezetők, olyan tanárok, akik aztán az embert szépen terelgetik. Nekem gyerekkoromban Sabján Edit, a Jáki templom karnagya orgonistája volt ez a személy, aki felajánlotta nekünk, hogy hát tanulhatunk orgonát. Ez azt jelenti, hogy zongorán előtte nem is kellett gyakorolnod, vagy igen? De így van. Az alapokat zongorán rakja le minden orgonista, minden tanár, vagy bárki, aki tanulni szeretne. Muszáj a két kezet elkülöníteni egymástól, hiszen az nagyon fontos, hogy utána, amikor hozzájön a láb pedál használata, és az ember a lábával is játszik, akkor már ott nem okozhat gondot, esetleg, hogy a bal kéz nem megfelelően ügyes, vagy ilyen problémák nem merülhetnek fel. Aztán ezt a hát gyakorlatilag magántanuló státuszt, mert ott a plébánián, és itt külön köszönet illeti dr. Rátkai László akkori plébános atyát, hogy ő megengedte nekünk, és folyamatosan gyakorolhattunk, és órákra járhattunk a plébánián. Ezt követte a hivatalosabb tanulás, hogy a premontrai mellett a kántorképzőt elvégeztem, dr. Pem László irányításával, Tóth Ernő, a Székesegyház akkori kántora is tanított engem. Aztán az énekzene, egyházzene szakon Virág András, Liszt-díjas orgonaművész lett a tanárom. Ő gyakorlatilag, mint nemzetközileg elismert orgonista, hát alakította számomra azt a helyes tanulási módszert, illetve azt a rendszerességet, ami ahhoz kellett, és ahhoz aztán hál' Istennek elég volt, hogy a Bécsi Zene Akadémiára felvételt nyerhettem, ahol az említett Wolfgang Csapek volt a professzorom, és az ő hát irányítása alatt egy másoddiplomát elvégezve gyakorlatilag 2017-ben szereztem meg kitüntetéses diplomámat. Ez úgy egy kis álszerénységgel azért hozzáteszem, hogy ez nagy szó. Amihez gondolom rengeteg gyakorlás kellett és napi 4-5-6 óra gyakorlás. Ma már vissza mentem egy kicsit erre a 2-3 órára, de azért mindig megvan és rendszeres, mert másképpen nem lehet csinálni. Mit tartasz a hivatásodban a legszebbnek? Egyrészt amellett, hogy az ember a tudását orgonakoncerteken megmutathatja. Az én esetemben ez úgy néz ki, vannak, akik improvizálnak is. Én inkább zeneszerzők darabjait adom elő. Minden orgonistának megvan a saját ízlésvilága, amely darabokat megtanul, azokat a lehető legjobban át tudja adni a közönség számára. Nekem ez talán így a romantika és a 20. század első felének orgonairodalma, de nagyon szeretek, nyilván egy orgonista nem hagyhatja ki Johann Sebastian Bachot. Szinte minden orgona hangversenyen hallhatjuk az ő műveit. Ő egy olyan egyetemes zeneszerző, aki nem megkerülhető. És ha jól tudom, most volt egy nagy projekted is, a premontrei gimnazista diákoknak adtál egy óriási nagy koncertet. Ez egy izgalmas hangverseny volt. Végné Busics Hilda igazgatóasszony kért fel erre a feladatra. Én oda jártam iskolába, vagy hát gimnáziumba, és hát
Nagyon jól csinálja igazgatóasszony egyébként, hogy minden negyed évben vagy fél évben valakiket, zenészeket, zongoristát, vonós négyest meghív, és akkor az egész iskola kvázi egy ingyen koncertet kap, és ez arra is jó, hogy egy kicsikét a későbbiekben a zenei ízlést, koncertlátogat, közönséget kineveli, vagy hát megpróbálja kinevelni, és most az orgonára esett a választása, és megkért, hogy hadd menjenek, hát 600 diák átjött. Hát bevallom őszintén, ennyien még nem voltak Martinus Orgona Fesztiválon, de mondjuk már a 400-at elértük, ami szerintem orgona tekintetében nagyon jónak mondható. És akkor szokásosan, és ez az Orgona Fesztiválon is így van, hogy beszélek a darabokról, ha más orgonista játszik, akkor is néhány mondatban ismertetem. Ezt nagyon szokták egyébként dicsérni, és meg szokták köszönni, hiszen így közelebb jutnak ahhoz a stílushoz, amit aztán a következő percekben hallhatnak az emberek. Úgyhogy ez így volt, illetve hát a Székesegyház kivetítő rendszerét használva az orgonistát tulajdonképpen le tudjuk hozni, és így tettem a premontrei koncerten is, hogy láthattak engem, miközben orgonálok. Van, aki erre azt mondja, hogy a zenére nem igazán tud figyelni, hanem csak a játékost látja. Én azt gondolom, hogy aki esetleg laikus vagy nem tudja, hogy egyáltalán ez hogy épül fel, ez elámul, hogy mennyi minden dolog történik ott, mert amúgy ülünk a templomtérben, és hát nézegetjük a szép műalkotásokat, de magát az orgonistát csak halljuk és nem látjuk. Ez egy izgalmas technikai újítás. A fesztivál mellett milyen előadásokra készülsz jelenleg? Most vasárnap volt, hát immáron kb. 10. alkalommal, nem számoltam össze, játszottam egy kis osztrák helyen, amely itt Güssing mellett található, egy ilyen 30 kilométerre innét. Nagyon érdekes, hogy egy kis falu, és most már a 64. orgona koncertjét szervezi meg, és bonyolítja le. Rendkívül izgalmas helyszín, és nagy lelkesedéssel fogadnak. Aztán vannak kisebb projektjeim zenekarokban, játszom majd, illetve kísérek is. Most egyelőre még a nyárra egy lipcsei mesterkurzuson kívül nincsenek nagy koncertek, de ez így beesik, hiszen tavaly például Szegeden tudtam játszani, a Domban többek között, illetve Dániába jutottam el, egy Haderslev nevű kisvárosba, ahol szintén egy nemzetközi orgonafesztivált tartanak, ahol nagyon neves, szinte odaérve a programból tudtam meg, hogy milyen neves orgonaművészek közé kerülhettem, úgyhogy nagy élmény volt. Hát sok szeretettel gratulálok, köszönöm és szépen. Rengeteg látogatót kívánok a fesztiválra. Köszönöm. Önöknek köszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba, jövő héten találkozunk itt a műhelybe. Viszontlátásra! A műsorvezetőt az Unico és a Mirror női divatárokból öltöztette.